fekete szerelésben vannak ma a karmesterek, játékvezető Fekésházi Mátyás, Tóth Kornél és Németh Kornél. És a főszereplő ott a labda. És a szeg. És az Albidok csapat. Zöld szerelésben van az isaszegi csapat, 93-asa Bene a kapuban, 5-ösel Orosz, 18-as Forrai, 17-es Lénár, 74-es Kassuba, 10-es Vidák, 19-es Kovács, 2-es Hanák, 21-es Káldi, 23-as Sinka és Tóth Bálint, 25-ösel Vasáros Dániel játékos edző. Az Albidok, Béres a kapuban, Nagy Roland, Palotás Vég, Kizmán Morscsuk, Nagy Nándi, Palotás Szebi, Horváth Gergő. 2x45 perc. Szép sportjátékot játszunk. Mindent bele, legyünk sportszerűek. Hajrá Albidok, hajrá Isaszeg. És startolunk, várjuk a sipot. Fekésházi Mátyás belefújt. Óriási. Rögtön kapura rúgtak, mert úgy érezték, hogy ezt kell csinálni. Az első hely az Albidok veretlenül itthol és egyáltalán a bajnokságban. Jó, moslopták Morscsuknál a labda. Szépen Kész Tibor kerül a labdához. Kész Tibor még mindig kapásból, és ezt próbálják ki a kapusokat. Ezt mind a ketten már megcsinálták. Kizmán megy el, nagyon okosan, Kész. Nagyon okosan, még egyszer Kész, Kizmánhoz kérje, hogy Kész, ott van a labda. Tehát jó megjátszották. Na, ez egy szép Albidok remény volt, és ott van, és ott van, és ott van Szebi. Szebi utoléri a labdát, utoléri a labdát, lőd be a kapura, fölé rúgd a... Laposan! Én hiába mondom, hogy laposan, de kár volt. Ülj be, ha beadta volna. Szép támadást láttunk, tessék megnézni, hogy kavarták ki a labdát sakmat játékba. Itt kavarták ki a labdát, szép indítás, elcsúszott Horváth előtt a labda, így lett jó Szebinek, Szebi már azt hittük, kapura lövés helyzet volt. Ez volt az első Albidok helyzet, mindenki figyel, Fekésházi, ott a labda, kiöklözi, csak kiöklözni lehetett. Palotás átment bal oldalra, megint nála a labda, Rolli, nyugalom, félpálya, ez az, Erígy, húzd meg, Kész, gyalog kakok, most adná be a labdát, ott a labda, kivágják, szöglet, az első szöglet az Albidoknál. Vég András megy a labdáért, és Vitéz is oda lopakodott, figyelem. Jön a szöglet, száll a labda befele, ott van, ott a gól! Ki mondta az a kutya úristenit? Vitéz Márk! Vitéz Márk! Gól! Vitéz Márk jött, láttam, hogy feljön Vitéz Márk, és úgy jött, ahogy kell. Tank, 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 Vitéz Márk! A 11. percben, titokban, mint a tank, Vitéz Márk. 1-0 az Albidok javára. Örülünk, hogy visszajött Rolland a pályára. Sokáig sérült volt, kihagyott 3 meccset. Szépen lágyan Kész Tiborhoz kerül a labda. Próbáljuk megtámadni. Ott lövé Kész. Kapufa! Micsoda kapufa volt. Kiemelik, ott van, kipeckelik a labdát. Nagyon jó megfogták itt a labdát. Megvan az első kapufa. Közeledünk. Nem merem kimondani, hogy ez is olyan lesz, mint a többi mérkőzés. 1-0-ra vezetünk. Ott de szép. Horváth, ott van, lőd azt a... Horváth, ott van, lőd... Ajajajajaj! Kész Tibor!
Már nem tudott mit csinálni, mert vele vetődött, óriási helyzete volt az albidoknak. Tessék megnézni bedobás utáni, milyen nagyszerű támadást végezett el az FC albidok. És Bene István óriásit védett. Megint hozzuk fel a kapusokat. Még mindig cseleznek, még mindig cselezgetnek, kapura akarnak lőni. Óriási lövés, és mit védett Béres? Mondta Béres, nem értem hozzá, én is láttam, nem, de a bíró megigazította a kontaktlencsét, és pont abban a pillanatban kifújta az órát. Száll a labda befele, ott van, kipattan a labda, és kiemeljük, és Béres, öklözik Béres, a király! Micsoda rugói vannak, új rugókkal érkezett Béres erre a meccsek, Nokia rugókat vett fel a lábába. Kiemeltük a labdát, Rolland volt az. Ott van, és nem lesz a kutya, úristen, itt erid végig, ott van a labda, na, kutya, úristen, itt mi kellett még ehhez? Ott van a labda, kivágják a labdát. Micsoda támadás! Hey, gyalog kakuk! Ennek csak be kellett vágni. 100%-os helyzetet hagytunk ki, és megy, és ott van, és lő egyet, és kivágják a labdát, és állj, végné fel, pattant a labda, kirúgás, szép támadás, tiki-taki, óriási gólhelyzetet hagyott ki az albidok, kár volt, pedig ez csak nyugodtan, ne a lába közt, hanem szélen nincs, csak egy kapus van, a középen állt. Ajjajajajaj, letámadnunk! Ott a labda, és Kizman, micsoda szerelés, micsoda passz, jó hozzák felfele, Tóték. Jó adták a labdát közepre, de ott van vég, és ott vannak a 16-oson belül. Jön a csel, óriási, mellé, védett, Béres, Satir Robes, csuvák. Micsoda támadás, tessék megnézni, utolsó pillanat, nagy lövés, és Béres mit csinál? Még a szemét is nyitva hagyta, nem volt idő, hogy pislogni, vazzeg. Szöglet, harmadik szöglet. Kirúgtok a labdát. Beadják a passz kapásból, ott a labda. Horvát, ott vagy negynára, Horvát. Átrúgjuk a másik oldalra, elégy, ott van a második helyzet, kinek adtad oda a labdát? Kutya úristen itt. Meg. Nagy Nándi második helyzete, amit kihagyott, meg most kellett megemelni a hosszú sarokba. Kirúgás. Micsoda helyzet. Márk. És jelzi, ki volt lesen? A kapus volt lesen, bazeg! A bíró kezd elveszíteni. Kukkert kellene neki. Hova viszed a labdát, ha lesz? Ott volt hátulról 10 méterre. Megy. Ott van, lőd be azt a labdát, lőd be! Gól! Gyalogkakuk, Nagy Nándi, harmadszorra, három az igazság, harmadszorra bevágta! Vendéghiba. Nagy Nándi, harmadszorra, 2-0. Ne haragudjunk rá, még kétszer elmegy harmadszorra, hátha. 2-0. 26-os. Vidák András. Szépen kerül a labda. Most veszélyesen a labda. Köfölé, micsoda szerencse, óriási lövés volt Tóth Bálintól. Ez egy kicsit lejjebb megy, ez óriási gól lett volna. Beemeli középre, Morscsuk, megyek. Nagy Nándi.
Nagy Nándi, erígy, lőd azt a labdát! 2-3-0! Nagy Nándi berúgja a második gólját, Kész mosolopogtatja meg a csigolyáját, új hátgerincet kap Nagy Nándi a gyalogkakuk! Ezt kell csinálni, apám, így kell időt húzni, így kell, barátom, 3-0! Nagy Nándi, a gyalogkakuk egyforma gólokat lő, 3-0 az első félidő albidó. Szabadrugás. És csak nézte Béres, mert tudta, hogy mi van. És a bíró lefújja. Lefújja az első félidőt. Kapufa! Véget ért az első félidő. Isaszeg Albidok mérkőzésén 3-0-ra vezet az Albidok, Vitéz és Nagy Nándi 2 góljával. Következik szünet. Kapásból levágódik. Ott a labda is ló! Táti! Azt mondják, Les góla kezdjük a második félidőt. Az eső elindult. Vidák veszi fel a tempót. A labda körül megtörtént a varázslat, a misztikum és Vég András. Maugli ott van a labdával szembe. Figyelem! És mit védett ez az ember? Bene István! Óriási! Érezte, tudta, látta, gyönyörű szabadrugás volt. Mérgibe rúgja ki a labdát, és ott van Palotás. Tíz perc telt el a második félidőből. Ott a labda, még mindig ott a labda. Csak bele bütykölni tudtak. Appá! Horvát! Horvát, még mindig horvát! Gó! Kapufa! Tisztán gót láttam! Micsoda kézbombát láttunk, apám! Mintha most jött von Ciprusról, kipihenten! Micsoda kapufa! Persze, hogy benne nem tudta volna ezt védeni. 20 méterről. 20-70-ről, bazeg. Visszük a vonalzót. Bene kirúgása. Majd Muzsaék és a kisember. Ott van a labda, még mindig jön az albidok. Palotás. Vég, ott van, lőd, és kivéték bele, lőd, gól! Palotás Sebastian, gól! Palotás Sebastian, bevágja, megvan a negyedik, bravo! Tiki-taki, Palotás Sebastian bevágja a gólját, 4-0. 15. perchez közeledünk, hajrá Albidok, hajrá Isaszeg. Vég. Szép lövés volt, gondolta hát, ha Horváth rástartol, de Horváth éppen kipüfögőt cserélt, és nem tudta, nem hallotta, hogy a labda a levegőbe veszi fel a tempót, kirúgás bene. Puha talaj, egészen lepuhult. Jobboldali támadás, beadás következik, száll a labda befelé, és ej, Béres! Lenyelte a labdát, lenyelte, apám! Gyere Béres, és a Béresé, kivágja a Béres a labdát, de pontatlanul.
És mit csinált? Vitéz! Vitéz herceg, óriási labda! Erígy, erígy, erígy! Kézre pattan! Kész Tibor! Elmegy Kész Tibor! Még egyszer Kész Tibor! Ott van, lő egyet kapura, és mit védett Bene! Megint kivédte! Nagyot csináltunk a kapusból. Aki mérgibe kirúgja, a Vitéz ott van. Ott vannak, ott vannak. Nandi, beadná a labdát. Nandi, még mindig adjad be a labdát. Ott van, ott van. Lő! Ajjajjajjajjaj! Mellé ment. Micsoda bomba volt Kész Tibortól. Va! Azt hittük. Egy nő megbolondult. Micsoda csel, két ember három fele szalad. Háj, de nagyot csúszott. Összeszedett egy kis friss sárt. Ezt a test meg, ezt a var is rosszul lett, kihányta magát, elzárlatolt a var, hogy mit üzent a bíró. Cselezni fog? Igen, és most megy el, és most ad be a labdát, kipattan, elpattan, kész harcol érte, levette a labdát, még mindig kész, egysel, kétszel, téje elment, és szabadrugás. Dehogy is nem. Sárgát ad. Kész Tibor a csapatkapitány, második sárgája bepirosult. A vendégszeretet egyik példáját látjuk. Izgalmas. Tizenberrel az albidok. Tizenberrel az albidok. És elmegy pálotás, elmegy Szebi, Szebi, Szebi gól, Szebi gól, Szebi gól, 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 Szebi! Kész Tibornak küldi ezt a labdát. Palotás Szebi a csapatkapitánynak, Kész Tibornak küldi ezt a labdát. 5-0-ra alakul a játék, zuhog az eső. Na most már repülhet az idő, megvan az ötös. Ilyenkor szoktunk kapni egy gólt, amikor ötöt rúgunk. Ez hiba volt. És gól. 5-1. Gól! Óriási gólt, hiba, 5-1-nél. 5-nél mindig jön egy gól. Gólt rúgtak a hazaiak. 5-1-re alakul az állás, az Isasek berúgja a gólját. Sinka Balázs 23-assal. Úgy rúgta, ahogy rúgni kell ilyenkor. 5-1. Hetedik szögletet adja be Marucán. Vajon 10 emberrel leszünk ott? Ott van. Lőd bele. Gól! Mester hármas. Szebi. Palotás Sebastian 10 emberrel. Mester hármas. Kezdődik. 6-1. Edgar behozta az edgarizmust a szögleteivel. 6-1. Szöglet, beadás, tessék, mert mindenki átszáll a labda, és ott áll, visszapattan, fejjel lepattan, újra lő, és a hosszú sarkot tanálja el. Óriási volt. Bedobás. Isaszek start. 10 perc maradt hátra, sőt. 10 ember mit jelent? És Béres. Oda mágneselte a labdát. Szép támadást látunk a Isaszegi csapattól, és úgy végződött, hogy kapura lőtek, és Béres a helyén volt. Marad a 6-1. Itt vagyunk. Marucán gól, szöglete következik. Figyelem! Száll a labda befele! Ott van! Mellé! Lőd! Mellé! Lőd!
Lőd meg! Úr, kipattan kapufa, atya, úristen, szöglet! Micsoda bomba! Tiki-taki! Napóleoni támadás! Morsuk bombázott rá a végeredményben, és Kövesdi Krisztián volt az, akitől kipattant a labda. Gyorsan megjátszották a vendégek, itt a nagy lehetőség. Beemeli középre is. Csak kiszegelni, igen. És vége. És véget ért a játék. A bajnokság utolsó mérkőzésén az Issa-Szegi csapat az Albidok pályán játszott, rúgott egy szép gólt, és az Albidok csapat megrúgta a 6 gólját. Hajrá Albidok, hajrá Issa-Szeg, köszönjük szépen, jövőre találkozunk!